Na mindegy. Úgyhogy vannak itt fejlemények, ez nem tudom, hogy még milyen hatással lesz a pénteki streamre, de majd közben kiderül. Durván belecsapott a hétfő, ne csináld. Na, nálad miért? Mi a gáz? Legyen neki Star Wars egész hétvégén az bent valami csatornán. Azt hallottam, valaki mondta, hogy tévében is lesz a hétvégén. Nekem még hangom nincsen, úgyhogy majd az talán megérkezik valamikor a stream közben. Család arra való, hogy belekavarjunk a terveidbe. Hát lehetséges. De nem bánom, nem bánom. Azért talán fontosabb, hogy ne rohadjon a tető a fejem fölött, úgyhogy... Én tulajdonképpen örülök neki, hogy azért segítenek, mert én magam biztos, hogy nem másznék ki a tetőre, az fix, hogy oda nem megyek fel. Szevasz Ánykasza, üdvözöllek, hidratálok még egyszer, köszönöm szépen. Drága édesanyám is felhívott ilyen elmaradt buta számlákkal kapcsolatban, úgyhogy még azokat is intéznem kellett ma, meg... Ja, mármint hát tudod, ez a... Nálunk úgy van, hogy édesanyámhoz érkeznek be a számlák, én átutalom, tehát nehogy azt higgyétek, hogy én vagyok olyan izé, hogy nem fizetem be a számlákat, miért még valaki azt gondolná. Nem, hanem szerintem így elkeveredtek így nála. Én átutalom a zsetont, ő meg szépen izé az összessel egyben beviszi a postára, meg ilyenek, úgyhogy ezzel kapcsolatosan is munkálkodtam ma, aztán hát volt ugye az alapvető munka, volt a videóvágás, ma nem főztem semmit, nem takarítottam semmit, az volt elég a hétvégén. Viszont volt egy nagyobb projektem ma a Stream Elements-en. Egy kicsit helyre kellett rakni az alertek hangját, hogy lehessen hallani például a követés hangot, mert úgy vettem észre, hogy mostanság nagyon halkak szoktak lenni ezek, és egy kicsit helyreállítgattam minden, de hát minden egyes screenre ezeket megcsinálni, minden variációra beállítgatni rendesen. Az a baj, hogy egy kicsit ilyen sötétben tapogatózós dolog ez, mert nem tudod ellenőrizni, hogy mennyire lesz hangos, csak azt tudod, hogy most hangosabbra vetted, mint amennyire volt. Úgyhogy ha esetleg valaki ide tévedne ma a csatornára, és még be is követne minket... You're running out of time. For what? My scouts located an az már ki fogja deríteni, hogy mennyire lett végül is jó vagy rossz. Star Wars Jedi Fallen Ordernek az epizód 4-ében vagyunk, azt hiszem. Amikor visszajöttünk az FO bolygóra, ahol Trillával megküzdöttünk, de ha jól emlékszem, akkor Buddy-val ne állította a fightot. Ugye ő volt az talán, aki megakadályozta, hogy megöljem a nőt, és most ugye megpróbál minket valahogy átcsábítani a sötét oldalra azzal, hogy különböző titkokat árul el Gabónak a múltjából. Reggel 6, igen, fel, 8 körül ébresztő, most már kóvágok, mint ez a bizonyos levegő. Hát, nem jó neked ez a zene fel, én nem tudom, hogy miért nézed. Vagy legalább akkor a streamen ne lennél, tehát ilyenkor aludnál. Az igen? Jó, ezek nem szarral gurítanak, de milyen gyorsan izé reagáltam a lövésekre, ahogy meghallottam a hangon. Jó, hát akkor a izé Jedi Warrior voltam, mondott, hogy most ők se jönnek, meg én se megyek. De harcra készen beálltam szaró majom pózba, ugye? Terpeszállás, minden megvan. Mindenre fel vagyunk készülve. Mondod ezt a saját moderátorodnak, hát jó van, de hát most mit csináljak? Hát, hogyha nem tud egyszerűen izé, nem tudja feladni a zenefelt, akkor adja fel a csatornát. Tehát akkor aludjon ész, vagy izé ilyenkor. Ó, nézd már, ott volt még egy. Ne menjen az egészség róvására a szórakozás azért. Te vasz elmondó. Danny teljesen csak azért is marad. Azt a mindenit, hogy széjjel vágtam ezek között. Jól van, ez egészen tetszett. Mit akartam még mondani? Ja. Figyelj, hol akarsz te felmászni? Mutasd azt a mozdulatot még egyszer. De kis nyomi! Figyeld a kezeit, ahogy a levegőben kalimpál velük. Na, várjál. Na. Az mi? Hát mi? Mit akar megmászni? Ott nincs semmi. Ott van egy golyó, amit kilöketnék szerintem. Szórakoztatom éjszaka, mert én sem alszok. Én is, hogy 3 órát aludtam. Te is egészségtelenné ezt azért rendesen. Láttam, hogy nyomultak ott a izével a
mi a jó Isten, ilyen vírusos játék, mi a neve már? Sosem játszottam még, de láttam, hogy nagyon népszerű és mindenki is tolja. De Csaba miért nem beszél éjszaka? Hát legalább feljöttem volna, mondom, beköszönök. Plague involve. Plague in... biztos? Tuti? Most mit csináltam ezzel? Bezártam valami ajtót. Ja, hogy itt van valami, amit ellöghetnék, nézd. Í, azt a rohadt, az a lábad, te hülye vagy? Hát a... hogy oda csapta már a lábát? Ebbe az irányba meg nem is mozdul. Abba meg nem is akarom, hogy mozduljon. Hát miért ilyen kis gyenge a csapás egyébként, amit csinálunk? Várjál, ez micsoda? Ezt kellene megnyomni ezzel a naggyal? Hát akkor... ha ezt megnyomod... aha, ez egy puzzle! És még mindig nem megy oldalra? Miért két irányú ez a dolog? Mindegy, hát onnan felugorhatnék oda esetleg. Nézd, egy kutya! Egyszer csak ott megy. Annyira jó, hogy ebben a játékban nem kell aggódnia az embernek azon, hogy lootoljon vagy se. Nem lootolsz, az kész. Ennyi a dolog. Ja, Istenem, belerugott a kutyába. Hülye vagy. Most miért lövöld az olyan? Nem hat rá az erő. Érdekes módon, na, álljunk már meg. Hello, jó napot kívánok! Álljunk meg egy pillanatra! Mi ez te? Nem jó, nem lesz az úgy jó, egyáltalán nem jó. Szűkek a folyosók és egy kutya rángatja a lábamat. Most a kutyát megtámadja? Meg hát, nagyon jó. Nem jó, még megint. Megint nem jó, még mindig nem éreztem rá, hogy mikor kell megnyomnom a bizonyos csapásomat. Na, a kutyára menjél már vissza! Köszönöm szépen, Dave Original. Szevasz Paradicsa, mi a helyzet? Na jó, hát mindenképpen meg kell ölni, itt nincsenek kérdések. Aj, te szerencsétlen! Hogy lehet ilyen rohadék egy dogó? Hát... nem engedi kilökni. Vágod, pont akkor izé nyomul rád, amikor... te nagyon nem akarod azt. És ilyenkor sem lehet elkapni ezzel a csapással. Jó, mindegy, mindegy, mindegy. Hát egy darab HP-t elhasználtunk annak érdekében, hogy egy kicsit lejjebb vagdossunk belőle. Milyen kutyákat láttál eddig? Ilyen két lába van, rövid karja, meg egy hosszú farka, ilyen dinószerű. Jaj, hát itt meditálni is lehet amúgy, meg ott fel lehet mászni. Wow, micsoda gyökerek. Szóval nem a botnak, itt van már... mi? Ja, hogy előbb a Móki bothoz beszéltél. Van már erőlökés? Hát én úgy vettem észre, hogy van, de hogy jó-e bármire, azt nem tudom. Szevasz, Hulg, üdvözöllek. Van egy rossz hírem? Mondjad. Ez itt micsoda fent? Nem. A kutya az valahonnan innen jött ki, nem? Nézd, ott van szemben. Jó, azt a Guardiant hagyjuk már, ez a hülyeség. Amúgy volt itt még egy hely, ahol nem mentünk be. Viszont ezeket az ajtókat itt csak felfedezném. Nagyjából itt hátrafelé volt talán. Hogy ide el tudtam volna ugrani. És akkor ez itt az alaksorba vitt volna be? Ahol csak egy vörös ajtó lett volna. Feleslegesen mentem volna be, úgyhogy jó irányba jöttem. Na, sose jutok túl ezen. Így van. Nagyon jól mondtad. Ezzel mit lehet csinálni? Nem lehet ellökni. Nincs egy olyan jedi képesség, ami felgyújt mindent. Vagy ahhoz átkínálnom a sötét oldalra, hogy ilyen sítlovag legyek. És akkor durván rágyújtanánk a gyökérzetre. Mert az egyértelmű, hogy a fénykard az nem képes elegendő hőt termelni ahhoz, hogy a fát begyújtsa. Üdvözöllek, maszkvacsó Zoligám. Csáó, csáó. Jó, tovább.
erednek, nincs erővillámok, life drain, ilyesmi. Mi? Ki az az eretnek? Nincs erővillámok. Nem villámokat kérdeztem, hanem hogy valami tűz nem lenne, nem elektromosságot. Vagy bár mondjuk azért látunk már előtt, hogy elektromosság okozott tüzet, tehát az se egy ilyen ritka dolog. Váltsát Amber előtt le tűzni lesz, szia Meka. Valaki egy kicsit sokat genshinezik mostanság, nem? Úgy hallom. Nincs tűzképesség, tudtam már, aha. Köszi, hát... Akkor abból főzünk, amink van. Majd kiderül, hogy mivel tudnánk esetleg bemenni oda, ide fentre nem lehet. Ha megkerülnénk a sziklát, akkor egy jumping puzzle-lel... Wow, oda néz. Hát eljuthatnénk... Eljuthatnék a... Következő platformra, oké. Okay. Már megint a puki szörny, figyelj, a mesebeli. Hihetetlen és durva. Viszontlátásra, dogó egyből pusztul. More of my soldiers breach this tomb every minute. Afraid to face me yourself? Had your draw... Jó, jó Isten. Mekkora arca van a gyereknek. Azt mondta Trilla, hogy egyre több katonája jön be ide erre a helyre, és akkor mi meg megkérdeztük, hogy... hogy nincs elég vér a futcájában, hogy szembenézzen velünk egyedül? Ignoráld, csak ignoráld. De miért kell egy jedinek feltétlen ignorálnia a shiteknek a kis monológiait, meg mondani valóját? Miért? Miért nem... Miért ilyen ignoránsak? Miért nem hallgathatják meg? Egyébként még totál igazuk is van. Sok esetben. Azta! És ez most miért volt jó? Mert akkor ott át tudok mászni, ugye? Ha kiengeded, akkor csak force jump-al tudnál átugrani. Jó, értem. Jó, használjuk. Ki az az én bőr, aki 0-24 bányászik? Hát mostantól én is úgy fogom használni, mert a Genshinben rájöttem, hogy van nekem olyanom, hogy szukróz, akivel anemóban fel tudtam rakni 60-as szintre. Amit úgy mondom, hogy többször asszendáltam, és olyan meredekeket csapkolt, meg a talentjeit is nagyon durván feltoltam, majdnem mindegyiket. Hihetetlen meredek. És azt a fissallel kombózva, meg a... Még ugye Geóra átállítottam a fő karakterünket, emellé ma nyitottam egy 5-ös klít. Egy 5-ös klít nyitottam, képzeljétek el. Megvan a kis csaj, meg van valami Bennett nevű fickó, őt is sikerült kinyitnom, ő is Fire. Úgyhogy végre van tűz, anélkül, hogy Embert kellene használni. Te nézd már meg, hogy mit csinálsz. Nem látod, hogy izé? Itt jövök. Az nem cica, Móki, az egy Stormtrooper. Egyszer szétszedlek. Visszabeszél, nézd meg. Jó, megvan. Mert még ha igazuk is van, az egész egy provokáció, hogy áthúzzák a sötét oldalra, vagy hogy előcsalogosság és hibát kövessen el ilyen helyzetben. Ez a része nem tetszik. Mindenki a sítlovagoknak szurkol egyébként is. És ez, hadd mondjam meg, hogy egyáltalán nem olyan dolog, mint a WoW-ban hordásnak lenni, mert a hordások undorítóak, és oda kakálnak, ahol lenni kapnak. Ellentétben a sítlovagok, azok nagyon menők, az, az igazság. Nem jutunk ki innen élve, valaki már bemondta rádión, hát nagyon szépen köszönöm. Hihetetlen, hogy mennyire nem használ a pust. Miért kellene használnom? Itt van, tessék. Rá használok egyet. De most ez jó lesz, mert amúgy le lehetne lökni? Dehogy lehet, nem lehet ezzel semmit se csinálni. Futaság az egész. A Béla átver. Ja Istenem, hát nem megdob. Ó, és leköveti a mozgásodat. Tudod, mit fogsz te elkapni, hülye gyerek, max. Izét. Influenzát. Na várjál. Az a baj, hogy Béla rávett erre a pucsra, és elhasználtam minden energiám vele. Micsoda trooper vagy? Micsoda energia? Micsoda erő? Éhetetlen. Ú, de nagyot versz.
Jó. Értem már a... itt felmehetnék? Nem, inkább gyere le te. Figyeld, micsoda harcos! Mi? Azt a rohadt. Nem jó, hát így nem mehet. Na, csak lejött, jól van. Segíts egy kicsit, BD. Na és most. Most gyere le. Most gyere fel. Gyökér. Ja Istenem. Jól van. Erről a lassítás és bebrózott. Nem vagyok a bród. Pell. Le lehet lökni, sőt, abból a lényből ki lehet lökni a működtető energiagömböcét. Köszönöm szépen, Vendigo, te backseater. Jajajajajajaj. Menjünk erre. És nem tudom, miért volt ez jó, hogy most szétszedtem ezt a... Azért, mert megmondott, hogy mit lehet vele csinálni. Most ez így jó volt, hogy ezt megcsináltam? Hát... Igazság szerint nem sok értelmét látom ennek, várjál. Vagy nem is erre kellett volna mennem, hanem oda a másik irányba, mert ott... Jaj, Istenem. Buta egyedi lovag ez a srác. És akkor nem is lehet már felmászni? Tehát így ennyi volt, elment a lehetőség, köszönöm szépen, lehet leugrani. Ugye? Nem. Itt nem lehet átmenni csak úgy, tehát ezt nem úgy találták ki a játék készítői, hogy neked az nagyon jó legyen. Hol mászhatnék vissza? Vagy itt le lehet menni? De milyen ocsmány már ott az a fű? Nem is tudom, hogy micsoda, de láttatok már füvet házfalon? Hát... Mondjuk ez se ház, az is igaz. De hogy megyünk oda-vissza? Hát átvert a játék, hát innen most... Ja, várjál. Nem, itt nincsen izé jump. Valaki tudja, hogy hogy megyünk vissza? Semmit nem találunk, ami hasznos... Ja? De megvan, megtaláltam. Nem is fű, hanem fú. Na tehát akkor menjünk oldalt. Igen. Megint felkapaszkodunk. Hát már nincsen nálam semmi, amit használhatnék ilyenkor, de... Megpróbálkozunk azért a megoldásokkal. Talán, hogyha erre mennék. Így, hogy most már kiírtam megint ezt a kis kulát. Így megnézhetnénk, hogy mi van itt balra. Jó. Nagy-nagy yeti titkoknak leszünk a tanúi szerintem, hogyha ezeket az ősi romokat... De ki vagy? Te normális vagy? De egy kis izé vagy már, hát... Kellett neked megijeszteni, szemétláda. Igen. Kukizós, azt nem bántjuk. Interaktálunk azzal... Jaj, nézd, ott hátra van egy fal. És mit csináltam? Elzártam fallal a túljutási lehetőségeimet. De visszafelé menve biztosan, hogy megtalálom itt ezt a dolgot. Nézd! Wow! Hát ez szarra sem volt jó. Ez igen. Jó, semmi baj. Nézzük, megtaláljuk-e a módját a továbbjutásnak, hogyha erre megyünk és felkapaszkodunk a falra. Ott én látom, hogy van még olyan lián. Ne, izé hülyeskedjél már. Le kéne másznom. Hát de... Hazudik a játék, hazudik. Az biztos, hogy nem erre kell menni. Nem engedi, hogy izé ráfogjál keményen. Engedjük ezt el? Mi? Nézd, azt el lehetett lökni. Lehet ilyet csinálni, gyere vissza. Hű, de az nagyon lass, vagy gyorsan. Aha, rájöttem, hogy mit kell csinálni. És így átmehetnék oda, ugye? Át akarnék én menni oda? Jó, hát nagyon sok más lehetőséget azért nem találok, úgyhogy akkor nézzük meg még egyszer. Az a dolog, hogy szemben, hogyha visszajön, az biztos, hogy nem megkapaszkodós, úgyhogy nézzük. A robbanót dögöd, ha neki lököd. Nem, inkább visszamenek ide balra. Amúgy a robbanó dög is lehetne, nézd.
nem így kell megcsinálni. Mindjárt megmutatom, hogy hogy kell inkább. Még begyakorolom, mert ez egy új mozdulat számomra. Jön a puki, mindjárt vissza. Ha egy kicsit odébb mész, akkor visszajön általában. Igen. Nézd, már kidugtam a kis cupókáját. És most kell lökni durván. Íííí! Szegény dogó. Be se lehet szkennelni. Itt most felmászom. Lehet, hogy visszafelé megyek egyébként, nem tudom. És hogyha idáig eljött... Mi az te? Nem, itt még nem lehettem, mert azt a katonát még nem láttam harcolni, tehát akkor mégiscsak jó felé jöhettem. Figyelj, haver! De ne a... Ne a dogót! Most levágtam a dogót és csak utána a Stormtroopert, mindegy. Erre kellett jönni. Jó. Sokkal jobb, hogyha az ember egyébként ugrándozik ezeken a liánokon felfelé. Kellene nekem egy izé. Egy olyan pont, ahol esetleg egy pillanatra megpihenhetnék. Ez mi? Ja, ezek csak izék, ilyen... Ja, itt van. Fény valamik. Wow, ez igazi kecske a hínon, nézd! Na, azt hogy csinálta? De mi? Hát lekövet ő is a mozdulataival. Ez is hazudik ez a játék, mondom. Minden mobba beleépítették az automatikus hazugságot. Ez mi? Ez mi volt? Várj csak! Az miféle dolog? Most ezt tönkretettem, és emiatt jött egy másik. Azokra a dolgokra még nem jöttünk rá, hogy azok milyen funkciót szolgálnak. Most lett vége a hétköznapi csalódásoknak a vészrádión? Az igen jól hangzik. Nagyon szeretem azt a zenekart. Nincs olyan, hogy kiveszed és az erővel így belebegteted, aztán keményen rálövöd oda? Vagy úgy kell csinálnom, hogy mágneseskedek? És utána... De nézd, kettő is van. Tehát, hogyha lelassítod őket, miközben visszarepülnek, akkor mi van? Lehet olyat csinálni? Nézd! Jaj, na ne szórakozzál már, de milyen kis gyökér megoldás, ezt kitalálta ki? Úristen, hát leszidnám a készítőket. Ilyen hülyeséget, amit itt kellett csinálni. Érted, az alsó az meg csak úgy lezúgott. Kapaszkodj, haver, kapaszkodj, mert ez durva lesz. Én minden szexuális együttlétemkor. Gyerünk tovább. Bocsánat, elnézni. Elszórakoztatom én magam a Jedi közben is bármikor. Oké. Szevasz Zsemnek, hogyha üdvözöllek. Na, azt a purgáló troopert, azt nem biztos, hogy megölöm így. Igen, a plazma nem veri a fát. A kőpapírólóban az a counter-e. Vagy micsodában? A kőfa plazmában. Mi? Normális vagy? Tessék? Most várjatok már. Itt valami csalás van. Mi ez? Hogy eshettem le onnan ide? Úgyhogy életben vagyok. Ez a srác, ez soha nem... Hát ennek nincsen fall damage-e. És akkor most örök életemre beszorultam, vagy... Most mi lesz velem? Várjatok már, ott van egy golyó, amit lehet, hogy beüthetnék ide, de abban nincsen ilyen Jedi erő. Hiába, igen, nyomnám ezt így meg. Onnan fentről így visszaesni, ez biztos, hogy visszavet minket nagyban a játék progresszét tekintve. Kellene nekem egy meditációs hely, hát inkább nem haltam meg, hanem akkor azt mondom, hogy újra kezdem az egész instát a rohadt életbe. Nézd már, és tényleg. Szuperhős landolással éltem túl. Ez igen. És ilyenkor, hogyha azt úgy ellököd, akkor mi van? Semmi. Na jó, keresünk egy meditációs helyet. Így van. És most visszamegyünk, és mindent elverünk újra. És aztán elverjük őket újra. És olyanok leszünk majd a végére, mint az Undertale.
Olyanok leszünk majd a végére, mint az Undertale-ben a virág, nem? Aki folyamatosan visszatöltötte a mentést, hogy megöljön minket újra, és aztán megöljön minket újra és újra. Hogyha valaki játszani szeretne a játékkal, akkor ez most egy kemény spoiler volt, úgyhogy elnézést kérek érte, de mindegy. Azt a, de hogy nyomom vissza? Wow! Figyeld egy csicskát! Azt a! Menjél már hátra, normális vagy? Na így kell őket megölni. Oké, mehetünk tovább. Egy skill pontot eloszthatnék, de nem fogok. Minek tennék ilyet? Ez. Nézd, ide be lehet menni. Ez egy sokkal érdekesebb útvonal, ami erre van, mint az, amit az előbb találtam. Hiszen itt vannak ilyen kutyák. Mikor lehet tápolni a kardot egyébként olyanra, amire azt mondod, hogy úristen, ez nagyon erős? És ez... így elegendő legyen ahhoz, hogy minden instant csicskuljon? Hát oda be kéne... Tehát, hogyha meghúznám azt, amiben... Na, várjál. De az mitől piros? Nem lehet olyat csinálni, hogy lerángatod onnan? Ja, Istenem, meglöptem a... Várjál, hogy került ide egy dobó? Szevasz, most légy, üdvözöllek. Mi történik itt? Ez egy ilyen breeding valami? Tehát itt szaporodnak, innen bújnak elő a földből. Lehet, hogy ez egy olyan bolygó, ahol nem retek van, meg izé... répa, meg ilyenek laknak a föld alatt, hanem itt kutyák nőnek ki belőle. Mi a helyzet? Artik, üdvözöllek téged is, lement a meló? Végeztél a háromnapos durvasággal? Szkennelünk. Hát aggódtunk, hogy megvegye még. És hogyha ide jövök be, akkor ez a kecske? Nem, ez csak a szimpla izé, szkennelősej. És utána meg fordítva csinál most a dolgokat, de nem baj. Wow, új lightsaber material, wow. Szerintetek oda átugorjak? Itt vannak ilyen dolgok, amiket én szerintem le kéne tudnom húzni onnan, ahol vannak. De aztán lehet, hogy nem arra való. Lehet, hogy rosszul gondolom. Pirosak, tehát... igen, akkor gondolom azokat még nem tudom használatba venni, sajna. Itt lehettem fent egyébként, kb. És aztán onnan vesztettem el a fonalat, meg az egyensúlyt. Na, valamiért olyan érzésem van, hogy ide még nem kell mennem. Úgy éreztem az élet három nap, és rohadt hosszú, de lement. Nagyon durva lehet hallod. Örülök neki, hogy végeztél, most már itt van a pihenési? Hogy érzed? Mi a heti beosztásod? Nézd a dogót, nézd! Milyen kis... Úristen, de ketté vágta. És most megküzdjünk a Guardian? De ahogy küzdök? Tök felesleges. Ja, itt lehet, hogy lepihenünk. Mert van egy skill pont nálam, azt lehet, hogy felvennénk. Mert most sem egy gyorsan? Hát akkor de, amikor izé milliárd dolgot kell egész nap csinálnod. Kettő pont kellene a Burst Slow-hoz. Hát... ez nézzük meg, hogy ez hogy néz ki. Hogy? Mit csináltál? Egy? Aha, értem, tehát hogyha lassabban nyomnánk egy kicsit a támadást, akkor megviccelhetnénk Increased Range-el. Érdekes, tudod mit felveszem? Nem akarok ilyen mass slow-ot, ez felesleges lenne. Bár úgy látom, hogy a játék kötelez a felvételére, hogyha megnézed, mert az az utolsó talent, amit még nem húztunk innen. Nekem akkor megy gyorsan, amikor nem nézek rá 5 percenként az órára, hát amikor időt sincs, hogy ránéz az órára, akkor megy gyorsan. Mi? Most lejött a hátamról a kis kula? Mi? Szkennelni akart volna, vagy mi? Itt mentem fel, ugye? Itt volt a felmászás. Szerencsétlen, hát meg se tudod mukkanni. Hogyha itt lefelé mész, akkor itt is áll egy jó ember. Oké.
Pedig erre is eljöttem, én tisztán emlékszem rá. Szóval meg nem mondom, hogy ez hová vezet. Ja igen, ez is megvolt. Ezt nem hiszem, hogy innen elérnénk, úgyhogy inkább lendülünk egy rendeset. Nice. Másszál fel. Miért, akkor most rossz felé megyek? Innen már nem megyek vissza, az biztos, így legalábbis egyszerűen tutira nem. Nem kell megint körbe? De nem nyitottam izét. Nem nyitottam shortcutot, akkor az azt jelenti, hogy mindvégig ott volt előttünk. Mármint a feljutás lehetősége. Ilyen gagyira csinálták volna meg a mapot. És akkor ezzel így lejjebb jön. Magához vonza a falat. Tavasz! Leégetted a gyökeret? Ja, hogy az az volt? Ó, ne csináld. De miért nem írta ki, hogy... De én megcsináltam már azt a izét amúgy, azt a talentet, ami a mászás közben automatikus deflekciót csinál. Na, lősz még, vagy hogy? Azt a mindenit. Azt a mindenit. Hát mi? Még gránátot is dobott, láttátok? Jó, nem baj, megtanulom. Megtanulom, hogy erre megyek. De mondjuk erről? Mindegy, erről megyek. Kicsit szokom a jumping puzzle-okat, mert még nem volt elég a játékban belőlük. De milyen jó helyen van minden, nem? De mindent elérsz. Minden a kezed ügyébe akad, amire rá kell marnod. Most, hogyha ide jössz, akkor azt ott vissza kell tenni. Igen. És... biztos ez amúgy. Nem vagyok ebben 100%-ig biztos, hogy most jól csináltam, amit csináltam. De... állj. És hogyha rá csimpaszkodnék. De akkor jól csináltam. Csak hirtelen meglepődtem. Annyira buta, hogy hátrafelé nem tud egyébként elrugaszkodni, mert akkor körbe is rakadták volna így növényekkel ezt a helyet. Te voltál a izé? Gyökér gyerek, mi? Istenem, te szerencsétlen. Annyira kár, hogy nem csapott szét. Nincs egy kapcsoló játékban való az optionsen belül, hogy így ketté csonkolod őket, vagy valami. Mert nekem volna igényem arra, hogy ha már van egy ilyen kardom, akkor megtörténjen vele a csoda. Let's go! Wee! Oké. Okay. Ott egy dogó, senkit nem érdekel. Ezt elértem, nem pont. Na és akkor most becsületesen visszamászunk, tehát nem ilyen izés shortcutokkal szarakodva, hanem oda megyünk. Igen, oda le, ott kettő kutya is van. Te normális vagy? Ez mi volt? Ez mi volt? Ez mekkora bug volt már? Ez milyen hülyeség volt? Hát én ezt többször nem csinálom meg így, vagy de? Na jó, persze éges le akkor, jól van, nagyon jó lesz. Na ne szórakozz már, hogy nem férsz hozzá. És emiatt tényleg elment még egy... Ó, Istenem. A levegőből nem lehetett megtámadni, mert a játék azt mondta, hogy izé, én most bebagolok. Szembe egy lángszorósal állni, meg hát... Miért nem lángszoróval ölték meg egyébként a jeliket? Hát teljesen egyértelmű, hogy nem tudnak ellene semmit sem csinálni. Hát látszik, hogy a plazma az így nem hat a tűzre. Kivédési szempontból legalábbis semmiképpen. De agresszív vagy már kecskelétedre. Meghalt? Jó, mehetünk. A kecskék alapból agresszívek. Van valakinek kecsketartó ismerőse? Vagy valakinek esetleg otthon eldugva egy-egy kecske? Nézd, tényleg ezeket a gyökereket égettük le, és akkor így lehetett volna visszamászni, megkímélve minket, vagy megkímélve magunkat rengeteg mászástól, ugrástól, idegörlő, mozdulattól. És akkor itt meg eltűnt a Super Warrior. Nem, ő szemben van, bocsánat. És akkor lökni kell állítólag, mert megmondták, hogy úristen, de jó lenne, hogyha rálöknék erre.
De nézd meg! Hazugság az egész. Nem jó az. Kész. Itt valami változik azzal, hogy megöljük. Hoppá, 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 elnézést. Bocsánat, itt vérszemélyes dogó küzdel, meg benn vagyok éppen. Kettő megvan a háromból. Nagyon jó. Nekem van kecsketartó ismerősöm, ha ismerek, nem bántanak. Elég agresszívak tudnak lenni. Aha. Kíváncsi. Oké, szerintem eléggé jó hangos lett az alert, csak ti most nem halljátok, mert le van némítva. Várjál, Casey, Kason? Így hívnak? Vagy lehet, hogy rosszul lejtem a nevedet? Három. A hármat az biztosan felismerem gyerekkoromból. Üdvözöllek itt a vészkorúsban, nagyon szépen köszönöm a követést, ne felejtsd el a jelmondatunkat, hogyha nagy szarba kerülnél, csak énekelj hangosan. Hú, azt, amit kapott az a csávot. Miért nem engedi, hogy elverjem? Nem lehet, hogy... De, lehet. Na, erre voltam kíváncsi. Oda néz, ráhidratáltat a játékra. Kettőt is iszok. Van eldugva egy kecskénk, áldóan bemekeg, néha szoktam öcsémnek is hívni. Kappa. Furri. Ezt nem a simát, ezt lassítani kell. Aha. És akkor melyik a sima? Az, amelyiknek botja van, nem izéje? Nunchakuja? Hát lehet, hogy arra kellene mennem lefelé, hogyha itt már így itt szemben nem igazán enged tovább a játék. Bár arra felfelé is mehetnék, ha már így eljöttem idáig. Miért lett aranyakappa? Szerintem azért, mert már 10 éve használják az emberek. De csak tippelek. Minden, ami nem Purge, aha. You'll find out soon enough. És akkor ide kellett lejönnöm? Értem. Hát ezekkel a bigyókkal lehetne kinyitni a nagy kapukat. A nagy patikába. Így viszont körbe kell, hogy másszak itt mindent is. Hát nekem nem tetszik. Hát nekem eddig sem tetszett a kapa, úgyhogy nekem nem most nem szorozna. Hogy milyen színű kapa van éppen. Ja, hogy várjál, csak oldalra tud ugrani a gyerek, mert hátrafelé nem tud elrugaszkodni. Értem már a logikát. Csináljunk egy ilyet, hogy a másik oldalon is próbálkozunk. Menni fog az. Hoppá! Tudtam én. Jedi mester. Let's go tovább. Azta! És akkor itt... Itt is jön a fal? Nem tudom, hogy ez miért lenne jó nekem, hogyha lelassítan... Tessék? Miért haltam meg? Miért haltunk ott meg? Úri, nagyon. Megszeretted már a játékot? Nem. Nem, de igyekszem. Nagyon sok a baromság benne. Idegesítőek a bugok. Idegesítő a karakterünk. Idegesítő, hogy nincs benne lootolás, nem tudom tápolni magam. Vannak bajaim. Most ezt így kikapcsoltam, aha. Oda néz! Oda néz! Jönnek a zombik, mondják Bloodynék. Köszönöm szépen a hostot, jó estét kívánok, meséljetek, hogy milyen volt a ma esti stream. És üdvözlök minden kedves Bloodyn nézőt. Éppen a Star Wars Jedi izében vagyunk benne, Fallen Orderben. Béla, hol tartok a játékban egyébként? Bocsánat, hogy itt közben megszakítom a beköszönést. Csak kíváncsi vagyok, hogy mennyi van még hátra belőle. Fele kávé? Na, jó, az nagyon jó. Rápihenünk. Erre rá kell. Nem tetszett a kapa, szegény olyan kitartóan jelen most évek. Valaki nagyon funny. Arcik, te tényleg nem pihented ki magad, azt hiszem, mert a után. Várjál, most a büdi az így jön utánam? Vagy azért szállt le, mert hogy... Nem vettek észre, úgyhogy tartjuk fent az őreinket, azt mondják. Tehát, hogy figyeljünk oda. Erről jöttem be?
Wow! Azt a mindenségét! Blair, nagyon szépen köszönöm! Az ultra hangos, a fülemben legalábbis ultra hangos subgiftet Artik számára. Nagyon kedves tőled, nagyon szépen köszönöm a támogatást. Köszönöm. Jó felé estem le? Remélhetőleg igen. Kis cica fejtej. Egy idős, szakállas pasi melleiből. Úgy etette ezt a gyermeket, mint Romulus és Remus, ugye? Ja nem, őket etették a farkasok, nem? Mit tudom én már, de rég volt. Nem igazán látom itt a továbbhaladást. Mint hogyha... Hát jó, megpróbálhatom, de... Ja, jó, mégiscsak fel lehet odaugrani, oké. Okay. It's a very convenient location to dispose of nuisances. Azt mondja, hogy ez valami szarkofág. Elég fura, de mit raktak bele? Hogyha ilyen nagy, nézd már. Ezek az elfók ilyen nagyon nagyok voltak? Arkosan szoptatta a két fiút, így is van. Mi a helyzet, Bladdin? Mit csináltatok ma? Meséltek valami jót? Remélem, hogy jó volt a mai stream. De mi? Hát rányomtam a Perryt. Tesz szemét, láda. Történik amúgy. Azt a mindenét. Tehát ilyen purgáló trooperek vannak. Na most is rányomtam, és megint nem történt semmi. Jó, persze, persze, nyomd meg keményen te is. Miért kellene nekem itt ezen harcolnom? Ja, mert ezen kell harcolnom. Ki tudod védeni? Hát nehézkesen látom. Veled mi van? Semmi sok. Akkor téged elrakunk lábalól, mert a másik haverod nagyon jön. És akkor most lehetne ilyen csapásokat csinálni, például ezt. Imádja. Nem tud élni nélküle, nézd meg. Oda nézd, mit kap. Szerencsétlen. Mondjuk most már kifogytam így a coverből. Mondjuk ő is, nagyon jó. Jaj, de meg... Ott azért nagyon meg lett csapkodva egy picit. Nagyon egy picit. Kis létszámos, csendes. Orvosi kontroll után minden, oké, megcsináltam heti küldetések nagyját. Az nagyon jó. Azta! Miféle hajó az? Jaj, ne! Halál a Jedire mondják, és én meg elkezdek zuhanni. Miközben nem tudom, mi van a fénykardommal. Még jó, hogy nem... Mi? Most a fénykardot irányítod? Mi ez te? Jó, az egy érdekes jelenet volt, bocsánat. A kamerát lehetett forgatni egy cutscene közepén, az volt a lényeg. Akkor most ez az, amikor megtanulom szerintem a tárgyakat emelgetni. Most emlékszik vissza gyerek korára. Szevasz, Charmi, jó estét kívánok! Mi a helyzet? Hogy vagy ma? Kicsodát tiltottak ki? Érezd az erőt magad körül, és summonáld a fegyveredet. Mi volt ez a dildóhajítás? Inkább az volt a kérdés, hogy miért nem tudtam a levegőben irányítani magát a dildót. L2-vel pullolok. Hát haver. Relaxálj, azt mondják. Az erő benned van, körülötted. Összekonnektál téged a fegyvereddel. Olyan ez, mint a Nokia Connecting People. De mi? Hogy kéne nyomnom, hogyha nem így kell? Jól csinálom vajon? Benéztem kicsit, mindjárt alszok. Charmy. Hát pedig már reménykedtem, hogy... Hoppá! Reménykedtem, hogy ma este végre itt maradsz velünk ezen a csodálatos játékon. Szia Krisza, jó estét kívánok! Mi a helyzet? Hogy vagy? És akkor most itt tudok pullolgatni? És hogy engeded el? Jó, ugyanazzal a gombbal, csak közben a körre váltottunk, nem a... mindegy. Hey, gyere ide! Wow! És így... Azt a... Nem értik a poénjaimat, mert ezek a régiek küldték is volna a... forgot. What? Ne, értjük a viccédet, Artik, ne szarjál be, szeretünk nagyon.
mi az Isten csinálják? Leráncsom a falról Yeti pullal, de nem, az nem annyira akar működni. Biztos, hogy van itt egy másik módja is a továbbjutásnak. Ha már felmászattak engem ide erre a furcsa falra. Vagy azt akarja a játék, hogy... Várjál, nincs itt egy olyan dolog, amit így magamhoz ránthatnék, ilyen kör alakú, tudjátok, és akkor összegyújthatnám vele ezt a szart. Ugye rápróbálok, de ez nem lesz szép. You survived. Not part of your plan. Luckily, I always allow. Ezt nem így kell megcsinálni. Amikor felfelé jöttem, akkor nem volt itt valami, amit felvettem volna. Várj csak! Most valami történik ezzel a cumóval, mert mozog. Az előbb is mozgott. Hiányzik a detox? Hát írjál rá! Szerintem jelen van a Twitch világában. Nem tudom, én nem beszéltem vele már, vagy fél éve szerintem. Nem igazán aktívkodik nálunk, meg ugye el van a kis életével, mit zavarjam. Jaj, nézd, megvan, onnan kell, oké, megvan, megtaláltam. Ez azt igen. És egyből új objektívet vettünk fel a holomaphoz. Mi ez a Spire of Migtrul? Azt kell nekem felemelni. Ezért az a Spire of Migtrul. Csak ki kell húzni a gödörből a láncokon keresztül. Hát a fene se tudja. Mindenesetre egy jó durvát akarok meditálni. Örülök neki egyébként, Bloody, hogy jól van a fogad. Új skillek érhetők el? Tényleg? Azért, mert ott... Jaj, de nem mondod. De furi! Expert survival skills, max life increase. Az jó, az tetszik. Ez mi? Még több... HP jön vissza a Steamekből. Mik vannak még itt? Nézzük, ez érdekes. A Steam canisterök teljesen visszatöltik a Force Meter-t. Jó, hát erre rá fogunk menni, ez mindenképpen kell. A legtöbb elemit be tudnánk rántani a pullal. Érdekes. Maximum Force Increase. Ez mi? El tudod dobni a lightsabert? Wow! Na jó, azok a skillek érdekesebbek azért, mint... És még távolabb is el lehet. Érdekesebbek, mint amiket eddig használtunk. Jó. Nulla skill pont available, tehát most nem fogok újat felvenni, de azért hármat kifarmolunk, meg még szerintem jó néhányat majd a játék során. Vajon Yeti mester szinten jobban kapjuk az XP-t, vagy kevésbé? Tehát, hogy milyen esélyén vannak, hogy a még egyébként érdekesnek tűnő skilleket, amik most így felugrottak, hogy ezeket ki tudjam húzni majd. De nem minden indultam el. De szerintem igen, szerintem visszajöttem a kiinduló pontra. És itt mi lesz? Gyere, megnézzük szerintem a térképet. Nem, jó felé jöttem. Az nem is annyira szar. Wow! Ennyi, nincs több erőm. De rossz. És ez mi lesz így? Aha, értem. Szép munka. És nem adott vissza erőt az, hogy kicsináltam, de furcsa ez. Hát, hogy eljuttok el hozzám, na? Hogy lesz ez? Az, valami meglőtt. Valami megint meglőtt. Áú. Hagyd abba. Szevasztos, akkor mi a helyzet? Hogy vagy? Ne lövöldözzél már te onnan fentről. Gyere ide inkább. Hol vagy? Most jössz még? Vagy nem nagyon? Vagy... Oh shit. Jó, gondoltam, hogy ez lesz a vége, igen, hogy ez így meg fog gyilkolni. Ez az első halálunk ma. Az első loading screenünk. Mennyire feltápolt Jedi lovag vagyok már. A végére elvileg meg lehet minden. Aha. Jó. Oké. Nem tudom, hogy hány skill tree van. Láttam még egy valami survival-t ott kiírva jobbra. Ez az egy fa van, amit most állítgatok, vagy pedig több is van? Amúgy az SV-ben vajon leesett már az embereknek, hogyha fehér páncélt kapnak, akkor valószínűleg nekik?
Mármint pusztán azért, mert hogy a stormtrooperek azért kapják a csicskítót istenesen. Ez az egy tri van. Hát én meg itt azt hittem, hogy három van, és akkor majd valamikor válthatnék, meg mit tudom én, respeccelhetek majd, hogyha ezek a skillek nem kellnek, meg... Totális átverésbe érzem magam. Gyere már ide, na jó, akkor maradjon. És amikor felé jön, akkor biztos el lehet lökni, csak most annyira búta látod, hogy ott beakadt a falba. Mennyi eszed van, te szerencsétlen. Hát az összes SV-ben minden fehérpáncélos megöltek. Mind sajnos nem. Aha. Lehet. Nézzétek, mutatok egy move-ot. Ha, we are doomed, azt mondja. Gyere! Miért nem engedi? Hát most itt lőni fogsz viszont? Hát ez se nem akar lőni, se nem semmit nem akarnak velem csinálni. Jó, ez megvan. Ja, hogy ennyire táfolnék. Magam is meglepődöm, interaktáljunk. Visszajött a Life Force, az XP, meg a... Ja nem, a Life, meg a Force. Life Force-unk nincs. De mit csinálsz ott? A pull-lel is lehet interruptálni. Figyelj. Nem, az nem így kell. Amikor meg feltöltődik, vagy mikor? Ó, oh, megvan! Így kell csinálni, de jó! Ez tiszta menci volt! Már is hidratálok közben. Egészségedre, Artik! Jó étvágyat előre is! Hát... Most azzal, hogy visszajöttünk... Nem voltak itt ilyen kötelek, amiket le kellett rántogatni? Vagy itt lehet, hogy... Fejebb kellene menni vissza? De hogy kellene? Baromság, na várjatok. Ja, ott van a kötél. Jó, megvan. Haver. Azaz, így lesz a jó. Gyerünk. Szép munka, és most már ezt is lerántottad onnan. De mi azt így húzni kell, mint egy hülye? Jaj, nem mondod, tehát kifutok a pályáról. És ha elengeded, mi lesz? Úristen. Tehát akkor ezt úgy is meg lehet csinálni, hogy keresztül mész vele, vagy... Már engedjük el? Jó, pont sikerült engednem hármat, amit nem akartam. De nem annyira vészesek talán. Szevasz, ógra, jó estét kívánok, mi a helyzet, hogy vagy ma? Ú, na ők aztán most rendesen elkapnak, már megmondta a Stormtrooper, hogy... Nem lehetne olyat csinálni, hogy... Beengedem az egyik kis mocskot. Nem, hát jó, végül is igen, de nem. Ez mire volt való? Ja, ide kell kötözni. Jó, értem. De most nem fogják engedni? Ja, de engedték. Gyorsabban reagáljunk azokra a lövésekre. Nem hallottam. Bocsánat. Oké, okay, ez pénisz lövés volt, az csalás. Takarodjam átra. Na megvan, megvan az is, nagyon jó. Így inni. Hát jó, ezt még szoknom kell, de talán előbb vagy utóbb megtanulok játszani ezzel a játékkal. Csak az a baj, hogy mire megtanulnád, vége lesz. Ti most kik vagytok? Vagy hogy gondoltátok ezt? Áú! De megint rávertem egyet azért. Ó, az fájni fog. Jaj, de aranyosan kértem. Kicsi segítséget, BD. Léci, hogyha tudnál segíteni. Utána megnézzük együtt az én pici pónimat is. Hallott kb... Na most megvan, most rendesen most rácsicskítottam. Ez azt igen. Egy színpakot csak beverni. Ez az. Így van, csodálatos. Karakterünk még mindig nem szimpi nekem. Nem igazán tudok vele mit csinálni.
Valahogy belecsöppentünk a történet kellős közepébe, és nem mondtak erről semmit, hogy ki ő. Nem, nincs idő megszeretni. Egy kicsit olyan érzésem van megint, mint amikor a izével játszottunk, a Days Gone-nal. Tehát így játszol a karakterrel, reagál dolgokra, de a játékos maga nem tud azonosulni a játszott karakterrel, és ez szerintem egy nagyon nagy hiba szokott lenni a játékoknál. Nem tudod átérezni, hogy ő most mi megy keresztül, meg... Most jó, várjatok? Ja, megvan, jó, látom. Úgy hadonászol azzal a fénykarddal. Szoktam a légycsapóval, amikor beleszállzni. Aha, hát ez azért van, mert nem vagyok úgy gyakorlott Jedi Master, aztán kisebb problémák akadhatnak ilyenkor. Ja, hogy ilyenkor ki... Ó, mekkora benga van oda bent? Itt lehet ilyenkor itt pihenni? Nem. Ennél nem mondják, hogy ki ő, nem? Meg itt volt a cutscene is mesteredre. Hát... Azért az nem ugyanaz, mint amikor... Ez mi? Ja, itt echo-t kell szenszelni egy... Érdekes. Nem ugyanaz, azért... ez mint például, amikor... Van az embernek ideje arra, hogy megszeresse a karaktert egy Witcherben, egy akármiben, még egy Life is Strange-ben is nagyjából meg tudod szeretni a karaktereket. Ezt a gyereket nem igazán nyomod, de mégse nyomod. Te most megtámadsz? Ja, jó, csak éreztem. Teljesen rendben van, de no spoiler, oké. Okay. Jó, van, értettem a célzást. De hogy tudsz olyanokat csapkodni? Hát össze-vissza hajolgatsz, meg... Evez a karjaival. Nekem a feje irritáló rohadtul, hogy nem sikerült jó karaktert alkotni. Hát jó, persze, mert Disney azért. Néha teljesen jó a csapatod, néha meg úgy belehajolsz, hogy csicskapofon majd érdem, hogy csapkodva rölgök. Örülök neki, Zoli, hogy jól szórakozol a játékon, akkor végül is valamilyen célt sikerül ezzel a végjátszással elérni. Nem tudok jól fájtolni benne, ezt aláírom. Tehát messze vagyok attól még, hogy jó, meg mondjuk talán ez a két naponta két óra játszás, ez nem egy olyan, hogy leülsz és egy délután alatt megtanulsz minden mozdulatot, ugye? Tehát azért nem egy hosszú idő, de nem is szeretnék hosszú időt csinálni belőle. Hol vagyok fent? Ja, váltok, erre mentünk. Úristen, már megint. Nem szar a játék, csak azoknak jó, akik szerintem totálisan bele vannak így... Mondjuk azt inkább, hogy szerelmesedve, és nem azt, hogy buzulva a Star Wars univerzumba. Az biztos, hogy nagyon király. Meg akik szeretik a kalandjátékokat, például azoknak is nagyon jó lehet. De most hülyéskedsz? Ja, jó, azt hittem már, hogy... Szia, Kata, jó estét kívánok! Mi a helyzet? Hogy vagy? Ne legyél már ennyire előítéletes negatív könyved borító alapján, soha küldj egy feltétlen szeretetet karaktered felé. Nem mondd már meg, hogy mit csináljak! Várjál! És így ezzel be lehet kapcsolni? Nem. Engedd már azt az... Nem tudom elérni, mondja a Stormtrooper. Úristen, mit kaptak? Jaj, már megint itt van az a kis kulla, nézd. Gyere ide, légy szíves, mert... Hogy lehetsz ilyen béna? Júj! Mi volt ez? Nem tudta előre elküldeni, ezért a lába alá dobta. Gyerekekre gondolsz? Mármint, hogy akik szeretik a kalandjátékokat? Hát nem, vannak felnőttek is azért, akik szeretik az ilyesmit. Nem lehet azt mondani, hogy csak a gyerekek szeretnek kalandjátékokkal játszani. Nyomjál már egy támadást! Nem tudtam kilökni belőled, de szar. Pedig fel voltam készülve már mindenre. Akkor így fogom megölni, engem nem érdekel. Júj! E hülyeség volt ez.
Van még valami, esetleg még topognál ott egy helyben, légy szíves. Szerencsétlen. Együttésre a haláltól. Erre eljöttem a múltkor. El kell, hogy jöjjek, aha. Most épp jelisen integetve a kezem az elméd az... Oh. Oké. Okay. Jaj, lepottyant. És ezekre lehet ilyen mass push csinálni, hogy... Hát nem igazán. Egy mínusz, kettő mínusz. Felveltem őt? Nézd, és akkor... Aha, aha, értem már a lényegét a játéknak. Így kell vele játszani. Megjelenik egy nagy hajó. Kiválszik belőle Lando Calrissian. Azt mondja, hogy a testem az övé, de még nem tudja, hogy mire vállalkozott. Most a droid is jön velem? Star Wars-on nőttem fel, ha én nem vagyok fel, akkor senki ezt a karaktert nagyon mindegy, nem szimpi. Antipatikus. Hogy tehetném magamévá azt? Tudod mit, szarok én rátok, szevasztok. Minek harcoljak, hogyha felesleges? Mit kapok ebből a fightból? Semmit. Nincs XP a játékban olyan, amit gyűjteni szeretnél. Ergo, felesleges, megölnöd ezt a purgálót. Menjünk inkább vissza ide. És itt vegyük fel a kis cuccainkat. El kell ütni Mr. Biget. Nézd, őt. Köszi. Na, így már viszont mehetünk tovább. Mindenféle lövések száguldoznak. Íííí, de miért rúgtam állkapocsra? Na és most jön meg Mr. Big, gyere! Jó, tudom, nagyon veszélyes és nagyon förtelmes. Hihetetlen támadások. Kiütött minket a szobából. Milyen kár, hogy ő nem tud itt kijönni, ezért csak ordít. Most tényleg? Aj. Jó, most nézhetjük. Most nézhetjük, hogy mit csinál egy nagyobb karakter, aki nem fér ki az ajtón a game-ben. Nézd. Megüt. Megüt sokszor. Na, megvan. Megküzdesz vele, ha utána jön, de nem jött utána. Amúgy kell leszkennelni? Így lehet? Nem. Ez többi annyira cukin izé így leborult. Így leültek, tudjátok, de ez nem. Hogy meghallottam, hogy itt állsz a hátam mögött a szemétláda. Mitől vagy te most ilyen erős? Jó, megvolt. Lehet olyat, hogy itt bekapcsoljuk a... Aha, és ilyenkor ezt, hogyha magamhoz húznám, akkor elvihetném bármeddig a mapon. Wow! És ezt hova kellene akkor elvinnem? De középre? Nem. Pedig az ötlet nem volt rossz úgy egyébként. Egyébkéntileg. Nem fél gyenge pontja, a küszöbb volt, abszolút egyetértek. Itt meditálunk egyet, nem tudom, hogy merre megyek. Jó van, Krisza, jó pihenés neked, és köszönöm szépen, hogy eddig itt lörköltél. Szia-szia! De le kell hordnod a szomszédos szobát? Ó, ne, most komoly. Helyes Arti, örülök, hogy beszálltál. Többiek is remélem beszállnak azért. Mióta Disney menedzseri a Star Wars franchise-t, azóta nagyon lejtmenetbe került sok tekintetben, többek között minőségileg is. Ez így van. Antipatikus az az ellenséges gyógyszerész, igen. Nem mindenki unszimpatikusnak mondja, pedig ez egy helytelen szóhasználat. Nincs ilyen szó, hogy unszimpatikus. Mint ahogy általában keverik az emberek a... az egoistát, az egotistával például. Szokták keverni még az egyelőrét az egyenlőrével. Pedig nem mindegy, hogy egyelőre még nem oldottam meg ezt a feladatot, vagy egyenlőre kellett hozni mondjuk az egyenlet két oldalát. Aztán mi szoktak még ezek lenni? Ezek a hülyeségek? Ebbe akarom beleült. Jaj, várjál már. Ebben egy olyan
Te most miért vagy itt már megint amúgy? Miért nem haltál meg az előbb? Jól van, Vendigo, jó pihenés neked. Szia-szia, kösz, hogy itt voltál. Amúgy én desseltem, de tényleg. Jól van. Kapom a pörgőt, csármitól. Nem mindegy, igen, amit a paradicsom mond, az sem mindegy. Meg az sem, hogy most respawnolunk egyet és megyünk tovább. Matekra kéne ráfeküdnem, nem akarok megint hajni fél kettőig agyalni rajta. Miért nem? Kettőt is ittam. Köszönöm szépen Zoliárnak a kiváltást. Mi lesz ezután ma este? Kellene játszani egy kis Darkest Dungeon-t. Az úgy hiányzik a testemnek, úgy érzem. Kellene nyomni egy kis vacsora témát, valamit majd. Jaj, várjál, az egyik lövöldözik, a másik meg... Aha, bocsánat. Nem tudsz oldalról hárítani? Tényleg? Na, várjál. Hogyan ölted meg mindet? Kérdezi a hihetetlen katona itt előttem. Csak egy barátod. Úristen, mekkorát rúgtam a fejére. Ez tök jó volt így, hogy felülálltam, és akkor így... Wow! Azt a mindenségét! Sebikém! Tier 3-ban 12 hónapban vagy, te Jézusom! Jó estét kívánok! Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm! Mi a helyzet, hogy vagy? Nagyon szépen köszönöm, tényleg. Nagyon kedves tőlen. Blair milyen cukin izé spameli a hype-okat. Amúgy én is spamelném, csak a kezem éppen a kontrollerem van rajta. Köszönöm. Na, így már megcsináltuk ezt is. Várj, de most nem fogok tudni kimenni innen, mert ő... Alatt rá se lehet pusolni. Jó, megvan. Tehát amikor itt van egy ilyen energiakapcsoló izé, akkor ezzel feltöltjük gravitációval a kis golyókat, igen. És ezt kivíve innen belerakhatnánk abba a gömbbe, amit aztán berakhatnánk oda, hogy a középső valami megszabaduljon a terhétől, nem? Jó gondolom? Ide kell csak behelyezni. Nem sikerült. Ja, Istenem, várjál már. Jó, megvan, megvan, megvan. Ezt, hogyha ide betárolnánk, itt jó helyen lenne? Nem, pedig már láttam olyan szobát, ahol ilyen be... Tehát ilyen bemérdésben volt ilyen bigyú. Na jó, nézzük meg, hogy hova kell elvinni akkor. Figyelj, hogy lövöldöznek valamire. Ide a fényesbe kellene? Nem. Szavasz, Petyka, üdvözöllek, mi a helyzet, hogy vagy ma? Artik! Moderáld már magad. Milyen K-pop mánia. Tűha, tűha. Én nem érzem úgy, hogy itt most nekem nagyon jó. Mintha nem ide kellene behoznom. Genshin függőséget okoz? Az fixen, az biztos is. De... Nem tudom, én megszerettem nagyon, el vagyok vele azért. Nem sietem el a sztorit, tehát így mit tudom én. Hetente kétszer szoktunk itt streamen játszani vele, amikor... Lehet, hogy a kép mondja el. Amikor megyünk a sztorival előre, amúgy meg ugye csinálom a napi küldetéseket, és kb. Ennyi. A Darkest Dungeon is, igen, az is nagyon olyan játék, amire rá lehet kapni durván. Hát srácok, én nem tudom, hogy ezt hova vigyem. Van valakinek ötlete erre a puzzle-re, hogy most mit csinálják vele? Ott az a nagy izé gömb, abban nem lehet belerakni, úgy tűnik. Ide feleségesen hoztam át. Itt van valami nagy lánc. Tök mindegy, minek van itt. Úgy tűnik, hogy ez a szomszédszoba, ez mégsem úgy működött, ahogy gondoltam volna. Hogy itt majd tök jól telepakolok mindent is ezzel a bigyóval. Azt a gömböt kellene valahogy leengednem, ugye? Ez nem a Kinder tojás belseje? Lehet, hogy van benne poncsó, igen.
Nagy Norbert 4. Nagyon szépen köszönöm a raidet, és szeretettel üdvözöllek itt nálunk téged is, és kedves nézőidet. Éppen a Jedi Fallen Orderben nyomulunk. Mi a helyzet? Hogy vagytok, és milyen volt a ma esti stream nálatok? Üdvözlök mindenkit, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek. Sziasztok! Éppen küzdünk, hogy vajon itt ebben a szobában hogyan tudnánk megoldani egy olyan puzzle-t, ami szerintem most elég fontos lenne így a továbbjutás szempontjából, de az is lehet, hogy egy magasabb szintről kellene egyébként próbálkozni, még az elérhető zöld ajtókkal, meg indákkal, meg ilyen hülyeségekkel. Lehet, hogy ide kellett még jönnöm amúgy a... Na jó, ott az a szint, az nem vissza engem semmilyen jó helyre. Nem is ismerjük még egymást Nagy Norbert-tel. Mit szokott streamelni? Meséljetek róla egy picit. Általában nálunk horror szokott lenni, Souls-like játékok, story játékok, mint például ez is. Darkest Dungeon, Fall Guys, még ez a kettő, ami mostanában megy, illetve Genshin Impact is szokott menni, szerdánként retro játékok, szombatonként pedig indie játékok. Hát hiába nézelődöm, hogy hol menjek fel, nem látom, úgyhogy... Farming Simulator? Na hát azzal még soha nem játszottam. Az élőben jobb, nem? Amikor felpattansz a... a traktorra, aztán csapatod a határban a sárdagasztást. Hát... ezt odahúzhatom? Nem. Tehát erről nem mehetünk vissza. Szerbusz Galagonya, üdvözöllek. Szia Boton Dénes, mindenkit üdvözlök, aki közben megérkezett. Szia Viktor, jó estét kívánok. Ti láttok valamit, amit én nem? Tehát van itt valami továbbjutási hely, vagy... mert már abszolút elveszettem az érdeklődésemet, az a baj, egy óra alatt a játékból. Ha valakinek van megoldása erre, akkor kérem mondja meg, mert... különben váltunk egyet Darkest Dungeonre, aztán majd filózom, hogy... ja igen, tényleg arra kell, hát kellett menni. Oh my, mondja Charmy. Köszönöm szépen a raidet még egyszer. Biztos Pesten laktok hozzám a nemzetibe is. JCB-vel jönnek? Mi az a JCB? JCB, az mi az Isten lehet? Hannester lájkolja ezt. Hát el is hiszem. Én viszont nem lájkolom ezt a szitút, hogy szobáról szobára rohangálok és nem veszem észre, amit észre kéne vennem. Hogyha innen kirántanék a falból egy ilyen bigyót, azzal fel tudnék gyújtani egy gyökeret, de hol? Hát ide már nem tudod átvinni, ugye? Tehát az ilyenkor így megszűnik. Nem is tudsz visszaugrani, mi? Haver, nem, hát persze. Majd felülről leugrunk. Szép munka volt. Na, menjünk inkább erre. Így. Most már így szintben vagyunk. Ez lett volna, amit megcsináltam. Ó, megvan. De ez mennyire érdekes volt már, hogy... csak előre kellett volna jönnöm. Nem realizálódott bennem, hogy ezt én már megoldottam egyszer. Gyors vagy, azt meg kell hagyni, mondja nekünk a Stormtrooper. És nézd, ő a háttérben nem csinál semmit, tehát ő nem igazán akar belefolyni ebbe a fightba. Ilyen aranyosan megvárja, hogy én itt akciózok a Guardiannal. Sőt, azt is kinézem belőle, hogy inkább engem fog megtámadni majd a végén. Game Mania 495. Nagyon szépen köszönöm a követést, üdvít nálunk a vészkorusban. Ne felejtsd el a jelmondatunkat, hogyha nagy szarba kerülnél, csak énekelj hangosan. Mindjárt hidratálni fogok. Mitől vagy te erősebb, mint a megszokottak? Jó, az meghalt. Ja, Istenem, hát nem igaz, hogy még onnan is elér. Nem lehetne rányomni egy négyzetet? Mert attól általában megkúrtam, de nem. Hidratálok, oké, még kettő. Ja, Istenem, várjál, elfogyott a vízem is. Egy pillanat türelem. Ez a Guardian hasonlít az egyik Dark Souls-féle játékban szereplő enemire.
Valamire nekem is emlékeztet, igen, de nem tudom pontosan megmondani, hogy melyikre. Sok mindent látok, amit te nem, teljesen más helyen vagyok. Mi? Hát, te merre vagy? És így nem tudom, bereklámozná a Pistiéket, vagy valami. Pillanat, iszom. Na itt is vagyok, Sebi, neked pedig még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a hatalmas támogatást. Egy éve velünk vagy a csatornán, elképesztő egy év volt ez. Milyennek érzed most így egy év után? Azt a rohadt mindenit. Milyen érzés egy éve a vészkórusnak a tagja lenni? Verjél agyon, mert kecskéből vagy. Mondta el, mint a 12 hónap lett volna. Nem, már 9 hónapnál is ezt mondta egyébként. Most, hogyha ezzel megküldenék valamit, akkor mi lenne? Ja, várj, itt le lehet húzni ezt a bigyót, nézd csak. Ó, és azt kell nekem felemelni egy jó magas szintre, ugye? Hová kell ezt kikötnöm? De ezt hová szokták kikötni az emberek? Elfogyott a távolság. Volt szerencsém megvenni a Disciples 3-at? Az jó lehet, én az előző részt nagyon szerettem, az egyen nem játszottam. Látja valaki, hogy hová kell ezt kikötni? Engedd már el. Az egyen nem játszottam, de a többit nagyon szerettem. Mármint a kettőt, pontosabban. Én is megvettem valami 5 euró volt a G2-án. Ide kell kikötnöm, aha. Úgyhogy nem bántam meg a vásárlást, csak ilyen felvételi problémák vannak nála. Hogyha rekordolni szeretném, az nem hiszem, hogy a legegyszerűbb dolog lenne, ugyanis már képernyőre varázsolni is nagyon nehéz volt. De figyelj, miért nem enged tovább rángat? Na jó, akkor menjünk be oda, mit bánom én. Engedd el? Még egyszer, akkor nézzük meg. Ez itt átjárható? Nem. Mit akar tőlem a játék, hogyha nem húzhatom el egészen odáig? Vigyem oda le. Ahhoz a kis izéhez. Hát az érdekes, de akkor lehozom ide. Furri. Ilyenkor fel lehet mászni a kötélen? Nem. Szerintem a legjobb része a második volt Disciples-ből, sokkal jobb is volt szerintem, mint a Heroes, akkor kijött negyedik része. Hát a negyediknél nem volt nehéz szerintem jobbat alkotni. A Heroes 4 az egy... nem is tudom, hogy mi akart lenni, egy teljesen más játék. Azért a három... megnézed a hármat, megnézed az ötöt. Így a... Mi? Átrántottam egy kutyát a földből? Hülye vagy? De megrágnak! Tehát, hogyha megnézed a hármat meg az ötöt, akkor így a négy az ilyen... Ezt hogy gondolták kategóriában van szerintem? Furri. Várjál, még egy kutya jön? Igen. Most már a kecske is megérkezik. A kecske is megérkezett, meg a káposzta is. Vagy mi az, a kutya is megmaradt. De miért neked támad? De széjjel van vágva már a teste, nézd meg! Vagy nem, a kecske az hát jól lakott. De inkább megérkezett. És akkor most ide kellene elhoznom a varázsbigyót, igen. Disciples 3, most azt hiszem féláras gogon, RPG szél alatt. Az Enhanced Baldurokat húztam be róla. Az jó. Azt majd meg kell nézni, hogy én megvettem-e, vagy csak meg akartam venni. De nagyon jó, hogy mondod, köszönöm. Mi kialszik, mert itt esik az eső? Itt csepereg az eső. És akkor, hogyha átlőném, az jó lenne? Jaj, de ne szórakozz már. Hát de akkor... Onnan megrántva. Jó, az megvan. És akkor innen következőt kirántva. Jó, értettem a logikát. Heroes 4 is szeretető Quasimodo Disney hercegnők közt. Én
szerettem a hősökkel mászkálni, de az ilyen gyerekkori hóbort volt inkább szerintem. Hogy a hősöket kihúzod magas szintre, és akkor mindenki ilyen tök táp a csapatban. Annak meg volt a maga kis romantikája. Ott folyamatosan esik az eső, vagy csak néha esik? Nem, ezt nem hiszem, hogy így megoldhatnám. Amikor az ember bejön ide... Hogyan lehet elállítani a vizet? Pedig ennek zöldnek kellene lenni, azt mondja. A Heroes Epic volt. Nem, a Steam-es volt az mindig. Igazából minden Heroes részre próbáltak valami Revolutionary, igen. Újítani, de a negyediknél nem lett jó ez a változtatás valóban. A HC Heroes fanok azt mondják, hogy szerintük az jó volt. Az összes ezt mondja? Rendes Heroes 3 taktikázás, 5. részben nem jött vissza. Nincs itt egy olyanunk, amivel... Adj egy hintet, na. Vines? They're the only thing holding that chain together. Mi, hogy csak a vine-ok tartják azt a láncot egyben? De melyik láncot? What? Itt biztos, hogy nincsen bent lánc. Milyen vine-okról beszélget? Ezt itt felgyújthatnám? Nem, ezt nem lehet felgyújtani. Csak a vine-ok tartják egyben a láncokat. Hol? Kérsz egy kis helpet ide? Mindjárt megnézem a nagy láncot, jó? És majd utána. Pedig már egyébként jól állunk. Azt a láncot csak a vine-ok. Aha. Értem. Az eső itt elkezdett esni ott lent. Van-e? De hogy lövöd át? Várjál. Valahogy úgy kellene, hogy ne égjen el, amikor rálövöd, nem? Tehát innen nem tudod megcsinálni, mert azonnal kialszik. Hogyha átugrasz. Rendesen néz körbe a szobába. Ott volt valami, amit nem... Jó, mindegy, akkor ezt már látjuk, hogy itt mit kellene csinálni a lánccal. De vajon tudnék-e olyat, hogy... Hát innen necces, tudsz ezzel ugrani? Te szerencsétlen. semmi baj. Megoldom. Rendesen néz körül a szobában. Itt valami echo van. Köszönöm, hogy szóltál, hogy felhívtad erre a figyelmem. Egy respektált szimbólum. Már kettőt is kirángattam, nézd. Ez most oda bemenni és elalszik, oké. Szerintem az csak egy ilyen titokcímú, és nekem nem is arra van szükségem, hanem inkább a láncokra. Az a kérdés, hogy hogyan tudnám az esőt leállítani. Szerintem... nem, ne törts szét, akkor nem törj... Ja, értem, Twixer, oké, megfogadom a tanácsodat. Hová tűnt az a rács, amit felnyitottál? Miért? Felnyitottam rácsot? Itt megy fel valami bígyó, hogyha erre gondolsz. Szevasz, Caps 3-2-1. Mi a helyzet? Üdvözöllek. Nope. Big fucking nope. Bent a szobában volt egy rács. Na, ezt most megnézzük. Arra gondolsz ott fent? Valahogy így. És akkor ez most azt hiszem, hogy... Hát... felmásztam, ez eddig rendben, de ezt miért tették ide? Jöttél kis végigjátszás nézni? Ha le van engedve, akkor itt nincs.
Hűha, milyen igaz. Igen, igazad van, köszönöm. És akkor rá tudok rántani innen keményen? Van itt egy 10-es bigyó. Ezt lerakjuk ide elérhető távolságba. De át tudom ott lőni. Na jó, erre nagyon kíváncsi vagyok, engedd el. Vagy lehet olyat, hogy ezzel a kezedben... Úristen, de nem mondod. És ez így kosarazni kell? Azt a mindenit, hát nem szarra gurít a game. Szevasz, betyárkom a... Az erő azért... Legyen velem, én is azt mondom. De veled is, hogy van a térded? Amúgy ne gondolt túl ezt a játékot, önöknek is végig kell tudni menni rajta, akik nem túl okosak. What? És miért volt lepattanó? Hát csalás az egész game. Nem változott a térded? Még mindig szar. Hát de már hány hónapja, hello? Na hál' Istennek. Köszönöm, köszönöm a tippet. Én valami extra megoldásra gondoltam ennél, nem az, hogy felmászom, de úgy tűnik, hogy még ez is kifog rajtam sajna. És amikor ide jövök, akkor rá lehet nyomulni. Mi? Már le is égettem közben? Az... Aha, jó, bocs, túl sötét ahhoz, hogy lássam. Nem vagy egy LeBron, nem tudom ki az a LeBron. Ó, azt a maximum life force increased. Wow. Oké, megtaláltuk a Zepho Soldiernek a reményeit. Azt a mindenségit mekkorát zuhant a gyerek, te Jézusom. Közel 3 hónapja rossz a térned. Basszus. És mentél már vele szakemberhez is? Nem csak a izé, házi orvoshoz, hogy hello szar, valamit kéne csinálni? Amikor ezt leengeded, akkor mi történik? Ugyanúgy... Bár csak. Fellőhetném a tetejére? Leesik a másik oldalon? Opszi. Jó, semmi gáz, semmi gáz. Gyorsan felmászunk, nem erre kell. Másik oldalon. Elnézést, ez... Jó, mindegy, lehetett van rosszabb is. És a szakember sem tudott rá valami... bármit mondani? Nem lehet, hogy meg kell műteni a végén, hallod? Nem akarom a falra festeni, nem azért mondom, nehogy félreért, csak... Hogyha 3 hónapja szar, akkor lehet, hogy ott már tényleg komolyabb baj, amit esetleg csak műtéttel tudnak megoldani. Szevasz, Charmy! Szegénynek mennie kell aludni, mert reggel 5-kor kell. Jó pihenést, jó... Alvás, szia-szia! Csontritkulás van a jobb combcsontomban, semmit se írt fel a doki STK, jövő hónap 19-én megyek magándokihoz. Azt rohadt mindenségit. Nagyon vigyázz magadra, betyárkom, ez nagyon komolyan hangzik. Egyáltalán nem hangzik jó az egész. Amikor ezt megnyomod. Eláll a gravitáció. És? Mi változik még? Hát ott nem sok semmi változott meg. Ja, várjál már, a szemben lévő golyókok, ugye? Azok lehet, hogy kaptak egy kis izét. Valamit. Ez így mindenféleképpen arra felé. Ja! Jó, értem. Hogy ott van egy fal, persze. Balfasz. Nem ez az ajtó. Annak tűnik, de inkább nézzük a jedi tudásodat. Hát nézzük, csodálatos jedi vagyok. Nem találom az ajtókat sem, amiken be kell futnom. De igyekszem. Mindig is utáltam az ilyen időhúzó logikai puzzle-okat. Tudod, ezzel most az a gáz, hogyha ebből a játékból ezt eltávolították volna, akkor már abszolút tényleg semmi nem maradt volna benne. Tehát üres lenne a játék, mert ezen kívül nagyon sok más nincsen. Jumping puzzle-ok vannak néha-néha egy-kettő harc, de ritka harc, inkább a jumping puzzle, és ennyi, amit eddig állítólag a játék felénél járok,
Eddig ennyit láttam, nem tudok beszélni, bocsánat. Az Uncharted-del is ez a gond, igen, azért nem bírom én az Uncharted-eket sem végigjátszani. Várjál, még nem is csináltam meg a... de megcsináltam, jó. Oké, mehet a benga. De mikor nyomod meg a ability-del? Megvan. Nyomjad még. Sokkal ízik, hogyha így játszik az ember. Legalább szépen világít zölden, igen. Köszönöm a dicséretet. Hát igyekszik az ember. Évek tapasztalat. Megjön a hihetetlen kecske. Elképesztő csatározásokban összecsapunk. A végén csak egy maradhat. Most pedig nem történik más. De fellőjük a falra ezt a kis kuladarabot. Wow! Na hát, ezt nem vettem észre eddig, jól van. Kössük ki a felemelő bigyót. Ide. Vegyük le azt a kaki darabot. Nagyon jó. Lőjük rá a hihetetlen és nagyon durva vájnokra. Ezzel már szerintem valami történni fog. Nem arról volt szó amúgy, hogy... ja, hogy nem tört volna össze, hogyha nem rakom elég magasra. Viszont így nem tudok áthaladni ott felül, ugye? Tehát egy, lehet, hogy ez most így hülyeség volt, mert mielőtt leengedtem, lehet, hogy keresztbe kellett volna ott átmenni. De egy, ezt persze sem tudjuk meg. Hát ez most így nagyon szép volt. Gratulálok magamnak, hogy ilyen rendesen megcsicskítottam az ősi romokat. Szép. Nézd, lehet húzni magaddal. De arra gyors, gyere még! Gyere! Na! És ott is van benne. Mi történik ilyenkor? Wow! Nem tudsz akkor elhibázni, hogy végdegesen elakadj. Hát, lehet. Oda néz, az ősi romok, és ott vagyunk a belsejében, amit még senki sem látott soha. Most mi ez? Itt is van, mondja az öreg Cordoba. Megtalált valamilyen Zepho artifact reprezentációt. Based on this imagery, I believe this object allows a force wielder to perceive the mysteries of the vault. This is the key and the guide, the Zepho Astrium. But who would destroy images of it, and why? Was it a guide? However, a vault was the. Find an astrium. If any still. Találjak egy astriumot, az a következő feladatom. Gondolom, hogy a Bogánó bolygóra kell akkor elmenni majd. Nem tudjuk, hogy mi az astrium, de. Me neither. Büdi sem hallott még róla. Jó, mindegy, a lényeg az, hogy az volt még kérdés, hogy ki pusztítana el ilyen artifaktokat, meg miért van ez így. Micsoda? Most ide feljöttem. Ez elég meghökkentő váltás volt, hogy közben egy liftben mászkáltunk azért. Ott biztos rá lehet érezni a meditációs képességekre. Felkiáltója giveaway-t ír be Snake egy S nélkül a végén. Hát ennyi. Ennyi lett volna szerintem már a csodálatos haladásunk a Star Wars Yeti Fallen Orderben. És ha így tovább mennénk, akkor hozzánk szólna megint Trilla, drága jó barátos nőnk. Már nincsen ránk szüksége innentől kezdve, és akkor meg fog minket ölni. Ez nagyon szomorú. Szerencsétlen, arra nem volt ideje, hogy felébredjen.
Na, egy jó upgrade-et kapunk szerintem Budivanhoz. What's it like hacking other droids anyway? Ezzel így hackelni fog meg mindent. For a good cause though, right? Mit kapunk itt? Probe droid. Ó, probe droidokat tudna már így meghackelni és irányítás alá venni, értem. Ja, várj, ezt húzni kell. Majdnem ránk esett, de semmi baj. Ebbe lehet menni? Nem. 10 óra van, tehát muszáj játékot váltanunk. Idáig jöttünk el a probe droid, az úgy néz ki, mint ez például. Seems like we've been walking into a lot of them lately. Wait, do you hear that? Várj csak, hallod ezt, kérdezi Buditől. Miféle helyekre megyünk? Ez boss fight lesz? Ahogy amikor már azt hiszed, hogy valami jó boss fight lenne, kifutsz egy ilyen kifutóra és tökre elhiszed, hogy valami jó jön a játékban, és üres. Figyelj, csinálj pipát. Ja, kelleni fog valamit, valamit kell Darkest Dungeonhoz csinálni, mert rontja a hangulatot ez a játék. Pedig nagyon igyekszem. Tudom, hogy ez nektek is szar, meg hogy mondjam. De ha már azt mondtam, hogy végigjátszom, akkor végig kell, hogy játszam. Most megint, nem tudom, az előző rész még azt mondtam, hogy ezt még jobban élveztem, de ezt így most abszolút nem sikerült. Sajnálom egyébként, mert tökre szeretném, ha tetszene nekem ez a játék, de nem tudom. Kicsit olyan ez, mint az anális sex, nem? Tehát, hogy minél jobban erőlteted, annál rosszabb lesz az egész. Ne gondold, sokan nézzük. Na jó, hát ez most az persze, az nagyon kedves tőletek, hogy itt vagytok, de ebből a szempontból meg nekem szar, hogyha mondjuk nem tudok olyan szórakoztató bármit csinálni, amit egyébként úgy szeretnék, tudod? Ja, Istenem, ne, állj, menj le, menj, fuck me, na jó. Tegye fel a kezét, aki a játék miatt van itt. De cukik vagytok? Játszak tetszik ez a játék. Főleg ez a nagy pusztulat, a sötétség kellős közepén. Ja, ezért tegnapi Shambler? Fú, azt a mindenségét. Az majdnem nagyon kellemetlen lett ott a játékban. Az biztos, hogy ott meghalhatott volna 4 karakterem is szívrom közepettel. Nem a Star Wars miatt maradtok itt? Akkor szarjunk rá, azt váltsunk egy játékot. Ennyi lett volna mára a következő epizódja a Jedi Fallen Ordernek. Nem rossz ez a játék, csak azt hiszem, hogy nem az én stílusom. Biztos vagyok benne, hogy azok, akik a kalandot szeretik, meg akik a sztorikat, mármint úgy mondom, hogy csak sztori, és akkor szemrágó gumi végigfutni egy olyan játékon easy-ben, mert szerintem easy-ben ezt a játékot érdemesebb nyomni, mint Jedi Masterben, mert a fightokban nincsen úgy kihívás a Jedi Master szinten sem. Tehát lényegében egyetértek drága barátommal, Balúval, aki azt mondta, hogy csak a sztori miatt easy-ben végigviszi, akitől kölcsön kaptuk egyébként a játékot. Teljes mértékben egyetértek vele. Na mindegy, hát ennyi lett volna. Ha nincs kedved hozzá, ne nyomjad. Ez lesz. Úgyhogy megyünk, tartunk egy negyed óra szünetet, utána pedig a Darkest Dungeon világában brutális zenékkel megspékelve. Ez a spékelés, ez nem egy olyan valami konyhai szó lehet? Tehát, hogy mondjam, ilyen a séfek használják, nem? Akik grilleznek meg. Na mindegy, menjünk, aztán játszunk, inkább kussolok. Vajon ilyenkor megtörténik a mentés, vagy nem fog? Fele sem tudja. Sajnos ezt a játékot már akkor utáltad, amikor átvittem, igyekszel, de mégsem. Ezért is halogattad az elkezdését. Nem, amúgy az elkezdését azt azért halogattam, mert először ugye még más Souls játékok voltak terítéken, utána pedig a PS kihalt. Ha megnézed a sorrendjét a Souls játékainknak, előbb volt a Hellpoint, amit végigvittünk, utána a Mortal Shell, és azt gondoltam, hogy esetleg ez is adna valami Souls élményt, ezért abba
illesztettem be, de nem oda kellett volna beillesztenem egyáltalán, most már látom, hanem a sztori játékok közé. És akkor most játszhatunk volna mondjuk Search 2-t helyette. Szalonnál Dux a húsba sütés előtt? Aha, értem a kis erotikus felhangot, Bladnén. Nem utáltam egyébként, meg most sem utálom, csak nem élvezem. És nekem ez az, ami szomorú. Keresem benne az élvezetemet, de nem. Ez játék olyan, mint a mostani Star Wars filmek. Hát ezzel lehet, hogy jól összefoglaltad. Látványosak, de ennyi, aha. Nem tudom. Igazán szeretném megszeretni, de valamit az ember nem tud. Hogyha nagyon másféle játékokat szeret, érted, hogyha valaki autó sportot szeret, FIFA-t szeret, mit tudom én, bármit, az ne kezdjen bele feltétlen, mert lehet, hogy nem fogja. Holnap után jön egy ingyenes Sekiro update, cseréld arra az időt inkább. Az a baj, még nincs itthon nálam a Sekiro, már több mint egy éve kölcsön adtam, és messze van, távol. Távol van, de majd visszakérem. Igazából már visszakértem fél évvel ezelőtt, csak ugye itt volt a Covid, meg minden. De jó lenne a Sekirót tényleg végigjátszani. Az egy olyan dolog, tudod, hogy azt élvezed, miközben szívsz a játékban. Tehát így szenvedve élvezed. Itt meg így az élvezet kimarad, és csak a szenvedés marad meg ebben az egyenletben, ugye? Tehát az, hogy már megint egy puzzle, de miért? És akkor én amúgy a lightsaberrel szeretnék szétvágni mindenkit, és csicskítani akarok, és skilleket akarok, és szeretném upgrade-elni a karaktert, és ez így az a talentfa, amiből egy van, én pedig azt hittem, hogy három, az így megint ma is egy újabb csalódás. Na mindegy, nem akarom lehúzni a játékot, mert komolyan mondom, hogy egyébként nem lenne rossz a kategóriájában. Tomi például élvezte, látjátok itt, mondom, tehát én se akarom lehúzni a játékot, csak nem nekem való. Vagy mint a sírva vigadás? Nem tudom. Miért nem tudod a Force Unleashed-et? Na, azt például szerettem. Látod, az... Arra pont a múltkor beszéltünk erről, hogy melyek voltak azok az epizódok, amik nekem nagyon tetszettek, és... Ti a Kotort mondtátok, én meg aztán rájöttem, hogy tényleg a Force Unleashed lehetett az. Talentva kell, akkor játsz a PoE-vel. Hát igen, igen, igen. Na mindegy. A Force-án is, de majd elgondolkodom, ha már így belecsaptunk a Star Wars világba. Volt itt valaki, aki nagyon reklámozta a múltkor a... Nem is tudom, hogy mi volt a címe. Valami online Star Wars móka, vagy állítólag abba is bele lehet ölni több ezer órát, hogyha az ember bele akar. Azt nem fogjuk megcsinálni, de... de vannak még érdekes Star Wars játékok, csak ezt akartam ezzel mondani. Mert az véletlenül rohadt jó is lett. Hát lehet, hogy nem véletlen volt az. Kotor, az messze régebbi game, kéne neki nagyon a remék, eléggé nem mai darab két Kotor. A Force Unleashed-nek kettő epizódja van, vagy csak egy? Az volt az Old Republic, aha. Na, jó, tartunk egy kis szünetet, gyorsan bekapok valamit, tömök egy pipát, Darkest Dungeon-be megyünk majd be, és széjjel verünk mindenkit, annak is kettő. Na, abból viszont csak egyet játszottam. Hoppá, Bladin keményen kapta a csicskítót. Múbot által.